fogni, hogy mindenkinek le van halott nyakába. Természetesen. Jó. Akinek ugye van. De akkor hogy jutottál el ide? Ez egyik legjobb dolog egyébként a műsorodban, hogy észrevétlen indul el a felvétel, és ettől csak ilyen szinte mondat közben már így jutottál el ide? Felírtam magamnak. Ne is be! De, ja, de már ez nem jól lányzik, de hülye vagyok. Hát megmutattam a kamerába, hogy hol lakik az ügy. Nem élő. Mi? Nem élő, csak nem élő. Ez már benne van a felvételben. Majd azt ott kismotyizod. Valamit, csak el ne felejtsem is. Odaírod meg az én címemet, érte. És a rajongók százai. Rajongók ostromolják. Tizei. Ilyet szoktak mondani? Tucatjai. Igen. Ki ne takarja? Nem fogsz. Birizgáljon. Mindenkinek minden legyen kényelmes. Szóval... Sziasztok, ez egy nagyon különleges epizód, ugyanis három kedves színész / gamer barátom csatlakozott hozzám egy Last of Us 2 kibeszélőre. Várjátok, gyorsan akartam rögtönözni ABC sorrendben, de a Géz előbb van, mint a K, ugye? De várjuk, az E van a legelőbb. De ő Dezsőnek hívják. E, mint ember. Mint elemér. Igen. Ember Márk, Georgi Tamáté Dezső, Király Dani. Sziasztok, srácok! Sziasztok! És igazából amellett, hogy egy egyetemre jártunk, és koliban nagyon sokat beszélgettünk és bulikáztunk, amellett összekött minket a videójátékok szeretete is, azon belül viszont a Last of Us mindenképpen, és emlékszem, hogy mindannyiótokkal beszélgettem már a Last of Us 1-ről is annak idején, és most, hogy megjelent a 2, hát most a 2-ről is fogunk, mert hogy érintőlegesen már ejtettünk egy-két szót a játékról, de úgy gondoltam, hogy ha van kedvetek, akkor üljünk össze és beszélgessünk, illetve ugye MB-vel, azaz Ember Márkkal nekünk egy ígéretük volt egymás felé. Azzal fejeztük be, hogyha megvan a játék, akkor hát ezt muszáj lesz kibeszélni. De remélem senki nem bánja, hogy nem. Én adtam neki kölcsön. Senki nem bánja, hogy négyen fogjuk kibeszélni a játékot. Kinek a legfrissebb az élménye? Szerintem nekünk epic crossover. Igen, mert... abszolút. Mert nekem az volt, hogy én kivittem a játékot, és ahogy az kell, másnap reggel kiraktam Insta történetbe a zárószámot, és akkor észrevettem, hogy Ember Márk is ugyanezt tette meg 10 perccel később. Mi kb. Pár óra eltéréssel pont ugyanúgy fejeztük be. Én ilyen hajnal 3:30-kor végeztem vele. Én olyan évfél körül. Te olyan évfél körül, igen. Tehát neked a legfrissebb. Nekem a legfrissebb. És te játszottad ki leghamarabb, mert te adtad kölcsön. Ja. Én fogalmam sincs, hogy mikor, de hát ilyen 3 hete. De várjál, day one, megszerezted rögtön? Igen. Érkezett a futár. Az adathordozó lemezzel. De megszakításokkal játszottam, szóval nem az volt, hogy leültem és így egy végtébe végignyomtam, mert van életem ezen kívül. És ráadásul bizonyos fordulatokban szerintem bele is szólt, hogy voltak ilyen szünetek. De majd erről később. Nem. Nagyon jó, hogy ezt említed, mert én pont azt akartam kérdezni tőletek, hogy mennyit tudtatok együtt helyetekbe játszani a játékkal. És kezdem én, mert én néha azt éreztem, hogy játszom vele 1-1.5-2 órát, és így lelkileg annyira tönkre megyek a játék közben, hogy hát akkor én most letenném a kontrollert, és akkor kicsit kikapcsolom a PS4-et, aztán majd valamikor összetérünk rá. Nekem ez részekhez köthető, tehát például mikor Seattle városát jártam be, ott egy kicsit éreztem, hogy ez most nem lesz annyira félelmetes. Én nagyon rettegtem ettől a játéktől. Elég sokat vagyunk szétülben. Amikor van ez a kicsit open world-ös rész. Nem mondtuk. Spoileres kibeszélő van. Tényleg, abszolút. Nagy. Különben mi értelme nincs is benne Seattle. Tehát van az open world-ös, mint a lányos Uncharted-ban. Ott volt ez a... Megfogalmazom. Hát az volt, amikor... Uncharted 4-ben is van Madagaszkár. Ja, igen, tényleg.
tényleg, igen. A lányos ami egyébként előfutára az a lányos Encserti, de a lányos Last of Us-nak. Ja, ja, ja. Na mindegy, ez egy nagyon távoli asszociáció. Szóval ott valahogy azt éreztem, hogy ez most barangolósabb, tárgyösszegyűjtögetősebb rész, és nem félek annyira. Én nagyon-nagyon félek ettől a játéktól. Igazából nagyon kettős érzéssel játszottam ezt végig, mert valahol mélyen nem akartam ezt játszani, de mindenképpen szerettem de volna. Hát, ugye, hogy a horror elemek. Nem csak a horror része, itt már akkor nagyon előreugrok. Legjobban például akkor féltem, amikor már szinte azt hittük, hogy vége van a játéknak, a két lány boldogan él a házban, igen. És ott például attól rettegtem a legjobban, hogy most ne történjen semmi rossz. Ja, ja, ja. Erre mi egy 10 percet, erre a jelenetre 10 percet dobtunk rá egy sör mellett néhány nappal az előtt. Szóval, de hogy összefoglalva, az van, hogy részenként nem bírtam vele sokáig játszani, és voltak olyanok, ahol egy kicsit átláttam a játékon, és azt éreztem, hogy ez most egy nyugodtabb, pihengetősebb, keresgélősebb rész. Ott ment. Jaj, ja. Dani? Nekem is volt ez. Igen. Tehát összehasonlítva más játékokkal, ahol akkor hagyom abba, hogyha már úgy, most már meguntam, vagy mit tudom én. Igen, itt az volt, hogy nyilván én is azok közé tartozom, akiknek az első rész az így a legmeghatározóbb élményem a videójátékokkal kapcsolatban, tehát hogy azt... Én azért vettem meg a PS3-amat, mert három évvel azelőtt olvastam, amikor kijött a Last of Us, akkor olvastam a Zalaba Ferencnek a blogján, hogy milyen elképesztően jó, és akkor 2016-ban ezért szereztem be, kb. Az első vígszínházi fizetésemből amúgy a PS3-amat, hogy ezt kijátszam. És annyira izgultam, hogy milyen lesz, hogy nem mertem rögtön azzal kezdeni, hanem akkor inkább az Uncharted 3-mal kezdtem. És most is ez volt, hogy betettem a lemezt, ugye megjött még aznap este, vagy hát éjszaka, én kiköltöztem a nappaliba, amúgy a hálószobában van a PS, meg a tévé, és mondtam a szerelmemnek, emőkének, hogy akkor én most elvonulnék egy pár órára. Kiköltöztem a nappaliba, és így leültem. Bejött a kezdőképernyő, el is csuklott a hangom, és ilyen... Nem, megvettem, de legyen, mert maradjunk ennyiben. Jó, megvan, kész, vegyük úgy, hogy... Jó, és akkor végül elkezdtem, de tényleg remegtem az izgalomtól, és akkor így minden session így ért véget, hogy ilyen iszonyatosan szeretném tovább nyomni, de nem bírom. És nekem is azért nagy részt. Mert annyira... Megterelő. Igen. Bezső. Én az elején álltam meg többet. Ott, amikor van az a... Nem tudom, ez kb. Másfél óránál van, amikor szétverik a Joelnek a fejét. Ott szerintem kettő napra leraktam a játékot. Nem tudtam, hogy ez nem hogyan lehet tovább. És akkor... Utána még voltak ilyen megállások, emlékszem, amikor a terhességet megtudjuk, akkor is így volt egy ilyen, hogy most, sőt ott videó közben volt az, hogy én kimentem a szobába, és mondtam, hogy én ezt így nem akarom most ezzel, hogy akkor most, még akkor még ezt is rárakjuk erre a lányra, ezt a terhet, már alapból is, mint ugye elégre. És viszont utána, amikor váltunk nézőpontot, akkor én ott utána, hát majdnem egy gyűjtőhelyen benyomtam végig. Szóval, elkezdtem parálni? Aha, igen. Ott akkor az volt, hogy először egy akkora sokkot kaptam, hogy ez most micsoda, és vele kell mennem, hát gyűlölöm. Majd utána elkezdtem menni vele, és elkezdtem nem gyűlölni, és elkezdtem látni, hogy... Na, és egyébként nekem ott volt a játékkal kapcsolatban az ilyen legnagyobb élményem, hogy ez mekkora forradalom egy ilyet csinálni, hogy megmutatjuk a másik oldalát, és hogy erről szólt, és az élet, na, és akkor ott így elkapott, és azt éreztem, hogy gyerekek, megcsináltátok, megyek veletek, és mentem, és onnantól tulajdonképpen végig ledaráltam. Tartottam még ilyen fél órás, meg ilyen, mit tudom, elmentem enni, zuhanyozni, meg ilyenek, de az a végét ezt egy ilyen 2,5 nap alatt onnantól, hogy az Ebi ezt úgy. Wow. Azoknak gyorsan egy kis fejtágító, akik nem ismerik, de mondjuk rátok való tekintettel elindították a videót, hogy mi a nagy szám ebben a játékban, az, hogy van egy ugye Last of Us című első rész,
ami azért egy játéktörténelmi jelentőségű cím, PS3 exkluzív, egy fantasztikus történet, egy idősebb férfiról és egy kis csajról. Nincsenek jóban, a férfinak el kell vinni A-ból B-ből a csajt, mint kvázi csomag, sok tortúra, és az a lényeg, hogy nagyon megszeretjük mindkét karaktert. Majd elkezdődik a kettő. Ők is egymást. Ők is egymást a végére, igen. És hogy nagyon emberi és nagyon szép történet. Egy zombi apokalipszis közepén. Majd jön a második rész. A fertőzöttek, nem zombi. Igen, konguszkom, más fertőzöttek, jöhetnek a kommentek. Jön a második rész, amikor is hát érezzük, hogy van feszültség a két általunk nagyon szeretett főszereplők között, amit sokáig nem tudunk, hogy micsoda. És az első részben főszereplő alakító Joel, akivel mi egy 20-25 órát szenvedünk és nagyon megszeretjük, olyan gyorsan meghal a másodikban, hogy a fél játékos társadalom rögtön le is szavazta a játékot. És hogy hal meg? Hát nem az, hogy meghal, hanem... hogy, tehát nagyon az arcunkban van tolva, igen, és megutáljuk nyilván az egész bagást, aki Joelt megölte, élén Abbyvel, a vezérükkel, majd a játék közepén nézőpontváltás van, és kötelesek vagyunk Abbyvel végigjátszani azt a részt, amit előtte Ellie-vel, az eredeti főszereplővel végigjátszunk, és csak csatlakoznék, hogy szerintem fantasztikusan bátor, és egy olyan vállalás, amire szükség van, szerintem. Mm. Mert ha valaki játszik ezzel a játékkal, akkor utána talán az életet is megpróbálja, vagy meg tudja próbálni úgy szemlélni, hogy az éremnek két oldala van, és hogy nem az van, hogy van a fehér, a fekete, az egyértelmű jó és az egyértelmű gonosz, hanem ha van valami konfliktus, akkor meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy egyszerre több embernek is igaza van. Mégis egymás ellen mennek. Olvastam most egy ilyen elemzést, egy pszichológus beszélt a játékról, hogy ezt a játékot lehetne úgy is használni, mint egy érzelmi intelligencia felmérő teszt. És arról beszél nagyon sokat, hogy akik elutasítják élből ezt a játékot, mert hogy megölik a kedvencét. Itt ez most saját gondolatom, hogy gyorsan ide beékelek, hogy szerintem két lehetőség van, amikor elkezdünk egy ilyen játékkal játszani, vagy valamilyen barátunként, vagy társként gondolunk a főszereplőre, vagy magunkat gondoljuk a helyébe, az inkább az MMORPG-knél jellemző ez az attitűd, de hogy e közül a kettő között van valami, a barátom, vagy valahogy én. És hogy azok, akik élből elutasították azt, hogy most meg kell ismernem a másik oldalt, azok valószínűleg nem annyira fejlett az érzelmi intelligenciájuk, mert nagyon nehezen veszik be ezt, hogy nekem a barátom gyilkosával, vagy az én egyik személyiségemnek a gyilkosával kell most nekem játszanom. És hogy ezt nagyon-nagyon érdekesen lehet mérni ezzel a játékkal. Én nagyon örülök, hogy... ez most nagyon porzalmasan fog hangzani, de hát ki kell mondanom, én nagyon örülök, hogy Joelt úgy ölték meg, ahogy, és hogy megölték. Itt inkább annak örülök, hogy ilyen merész és bátor dramaturgiája van, mert én nekem az volt bennem, hogy haló, ha most belegondolok, hogy Joel hány embert ölt meg pontosan így, gyakorlatilag, ha belegondolok, egy háromszög és egy négyzet megnyomásával, tehát két mozdulattal, ő pontosan ugyanennek lesz az áldozata. És azt gondolom, hogy igen. Tehát ebben a világban így is, és inkább így lehet meghalni, mint nagy hősi és nagy eposzi módon. Én amikor váltott a nézőpont, és jött Abby, engem ott egy pillanatra elengedett a játék, de nem azért, mert én nem akartam Abbyvel játszani, hanem mert elindult bennem egy dac, hogy jaj, tudom, mire megy most ki ez a dolog. Most meg fogom ismerni Abbyt, biztos lesz valami ízés, szomorú történet, most így be akartok majd kajáltatni, hogy megszeressem ezt a nőt, és aztán nagyon megszerettem. Aztán nagyon-nagyon megszerettem. Szóval, hogy először azt hittem, hogy átlátok a szitán, de nem, beleestem a szitába, és lereszett, mint az állat. De hát közben meg átláttál a szitán, de mi, hogy nekem is van egy ilyen élményem a játékkal, hogy azt hiszem, hogy tudom, hogy mi fog történni, és valami nagyon hasonló történik, csak sokkal jobban. Hogy... nekem például ez volt az élményem, hogy azt hittem, hogy ez az egész arra fog kimenni, hogy Ellie miközben ugye bosszút áll, közbe tudja meg, hogy a Joel mit nem mondott el neki. Yep. És aztán meg kiderül, hogy ő ezt már tudja. Igen. Hogy igen. Ez már megtörtént, hogy ezt már átbeszélték, és az ott egy annyira...
aki nem tudna annyira esetleg csak csatolva írni, azt nem tudja Eli, hogy az első játék végén az a cél, hogy elvigyék őket, Joel elvigye Elit a Tűzbogarak nevű csoporthoz, mert hogy Elit megharapta egy ilyen fertőzött, és kiderült, hogy ő immunis, és el akarta vinni a Tűzbogarakhoz, hogy ők megvizsgálják, és valahogy ellenszérumot találjanak erre, de kiderült, csak úgy lehet ellenszérumot találni, hogy Evit megoperálják, Elit. És Elit megoperálják, és gyakorlatilag bele kell, hogy halljon ebbe. Mert Joel, ugye agyát le kell állítani. Igen. Joel ezt nem fogadja el, és gyakorlatilag kiírtja az egész Tűzbogarakat. Hát az egész orvosi stábot, aki az emberiség jövőjének az álloga. Így van. És mert meg akarja menteni a lánynak az életét, mert a saját lányát már elvesztette a vírus elején. És ennek a csapatnak, az orvosának, a vezetőjüknek a lánya Abby, akit megismerünk a második részben. Igen. És hogy tényleg, ha az ember belegondol, hát megölik az apádat, nyilván elmész bosszút állni. Hát igen. Csak hát sokan nem gondolnak bele, hanem azt mondják, hogy ez szar. És hogy én egyszerűen nem tudtam mit kezdeni ezzel a gyűlölet hullámmal. Én úgy voltam vele, hogy nem akarom meghallgatni. Egyébként, tudjátok, igen, és ez ilyen nagyon csúnyán hangzik tényleg, de sok esetben én arra gondoltam, hogyha én most belemennék egy ilyen vitába, ahol érvek, ellenérvek vannak, akkor egy idő után én is csak azt a legpronyóbb, legparasztabb ilyen, hogy mondjam, utolsó mondatot tudnám mondani annak, aki mondja, hogy így szor, úgy szor, hogy hallod, haver, nem érted. Csak ezen akkor megsértődnek. De én értem. Nő, de én most csak egy mondatot hagy fűzzük ide. Szerintem nem megérteni azokat, akik gyűlölik ezt a fordulatot, az pontosan ugyanolyan, mint nem megérteni, hogy miért szép. Tehát, hogy... Tehát ezt mondom, hogy ez nekem egy ilyen, olyan vita, amiben nem akarok belemenni soha. Én nekem kellett az, hogy találkozzam olyanokkal, vagy azt mondom, hogy kellett, de nagyon jól esett találkozni olyanokkal, akik nem szerették. Kb. Egy hétig volt az, hogy ilyen limbo állapotba kerültem, amikor végeztem bele. Tehát, hogy 5000 redites hozzászólást elolvastam, megnéztem 49 terabájtnyi videót, mindenféle elemzéseket, meg újrajátszásokat, meg nem tudom micsodát. Mert egyszerűen nem tudtam szabadulni az élménytől, és az kellett hozzá, hogy barátokkal összegyűjünk és kibeszéljük ezt az élményt, csak tudtam, hogy kik azok, akik már végigjátszották, és akkor leültünk négyen, és úgy alakult, hogy ketten voltunk, akik imádták, és ketten, akik nem. És az volt az élményem, hogy olyan, tehát akik nem szerették, ők nem ezt a vonalat képviselték, hogy Joelnek hősies halált kellett volna halni, meg mit olyan, nem akarok Abbyvel játszani, tehát hogy nem ezek a legtöbbször emlegetett problémáik voltak, hanem egyikük, aki egyébként forgatókönyvíró, dramaturgiai bajai voltak, szóval ugye narratívának hibái miatt nem tudott eléggé belehelyezkedni. A másik pedig érzelmi problémákba ütközött. Tehát ő például nem tudott azonosulni szereplőknek bizonyos döntéseivel. Mondjuk felhozta azt, hogy Dina miért megy Elivel erre a bosszú hadjáratra, hiszen most jöttek össze. Miért? És a legtöbb ilyen írva, amit felhoztak, az olyan volt, amivel igazán úgy éreztem, hogy nem tudok vitatkozni, mert ha akkor, amikor ez bekövetkezik, mondjuk az, hogy ő azt érzi, hogy nem, én ezt nem értem, miért megy vele Dino, hogyha akkor megmondom neki, hogy szerintem miért, és azt úgy el tudja fogadni, akkor meg más lesz az élménye. De így, hogy már végigjátszotta ezzel az eltartással, így úgy érzem, hogy hiába mondom el neki, hogy én miért tudtam elfogadni ezt, azt gondoltam, hogy ők már 4 éve ismerkednek, barátok, és abból lettek szerelmesek, és már régóta fontosak egymásnak, csak nem merték bevallani, mit tudom én. Az Elinek a naplójából, hogyha visszalapozol, akkor látsz ilyen bejegyzéseket, hogy Dínával mik voltak korábban, meg ilyesmi. Akkor talán, hogyha ezt akkor közlöm vele, akkor érdekes lett volna, de most, hogy már így végigjátszotta, így nem tudom neki utólag megmagyarázni, nem tudom megváltoztatni az ezzel kapcsolatos érzéseit. Szerintem, de nekem volt már olyan film, ahol megváltoztattad a véleményemet, és aztán kiderült, hogy nem kellett volna. Például a Star Wars 1-nél, illetve a Star Wars 7-nél
Igen. Azt mondtad, én azt mondtam, hogy ez egy szörnyű film volt. Szörnyű film, és hogy ennek a Spoke-nak semmi értelme nincsen. Az melyik? És, a hét az a... Az az új jegy. Az új jegy. Az, a... az ébredő erő. Az ébredő erő. És én elmondtam a Daninak, hogy... Teljesen összemosodik ez a három dolog. Na csak egy gyors, csak nem de az ébredő erőről beszélünk, csak elmondtad, hogy szerinted ez miért lesz majd nagyon jó, és hogy ez csak felépítés annak a várnak, és mondtam, hogy nem, szerintem ez nagyon rossz lesz, de meggyőztet, hogy tök jó, hogy Adam Driver ilyen kis nyegle, mert ez majd ki lesz bontva, meg ez a Spook is nagy izé, meg hogy Sidiousról... Hogy Darth Sidiousról se tudtuk, hogy kicsoda, és aztán milyen jó lett, és jó meggyőztél, lesz, hogy ez egy jó film. És utána, amikor így néztem, akkor azt mondtam, aha, tényleg, ez majd jó lesz. Nem lett jó. Nagyon csúnya. Igen. De szerintem ezért meg lehet őket győzni, mert nekem a Dinásra egy nagyon egyszerű gondolatom van. Tehát szerintem azért a legtöbbünk élt már át olyan első szerelmet, vagy olyan hirtelen szerelmet, hogy azonnal menni akart valahova. Nekem volt, hogy ismertem egy lányt Horvátországból cseppent ide Budapestre, két napig ismertük egymást, és utána ment vissza, és utána már azon gondolkodtam, hogy én hogy fogok kiköltözni és megalapítani a magyarországi magyar kisebbségi színházat Horvátországban. Mm. Tehát, hogy szerintem ezek nem ilyen bonyolul. Vagy, szóval, hogy van erre magyarázat. Meg szerintem. Egyébként ott nekem abban az is ez van, hogy ugye a Dinának előtte csak ilyen fasziai voltak, és az, amikor az ember egy közösség előtt előbújik, felvállalja, hogy igen, leszbikus vagyok, akkor hát azzal menni kell. Hát ott nincsen az, hogy akkor ő most elmegy bosszúzni, meg itthon várom. Csomó pont. Hozértünk, ugye sokan kritizálják ezt a leszbi propaganda dolgot. Teljesen érthetetlen. Számomra is érthetetlen. És nekem is, amikor így megnéztem ilyen magyar kritikákat, ilyen, hogy beszéltek el, és mondják, hogy már az arcunkban van tolva mindez, én nem tudtam felsorolni még egy olyan videójátékot, ahol ez a téma például előjön. Tehát, hogy hol, melyik játékban kellett neked még végignézned ezt? Vagy mi de, alapból ezt a... És egyébként tök elegánsan kezeli. Nagyon. Semmi. Csak nem is mondanám, igen, hogy előjön tolakodó. A téma. Igen. Nem, hanem tehát, ez nem azok. Téma, ez igen. Adott. Igen. Vagy hogy mondjam. Meg most akkor legyünk egy kicsit matekos aggyal a történethez. 25-30 óra alatt játszott ki, és akkor van egy leszbikus szex jelenet, ami mondjuk egy bruttó 2 perc. Nem? Igen. Igen. Van a visszaemlékezős, amikor kvázi az a coming out, az megint egy jó 2 perc. Tehát akkor így viszonyításként, hogy a játék hány százalékában van az? Hát van benne, heteroszexuális szex is van benne, ott, amikor az akváriumban egymásnak esnek az izmosak. És akkor az undorító. Igen. Ja, ez is. Ennek mennyire izmos? Most láttam, hogy a magyar Európa bajnok legerősebb nője egy magyar lett. Hát 4-szer akkora, mint az Ebi. Meghet az miért baj, hogy egy nő erős? Ebben a világban, ahol fertőzöttek, és tudjuk, hogy most vannak ilyen fertőzött óriások is, igen, mászkálnak. Igen. Nem, ez is ilyen mérhetetlen nagy hülyeség, főleg úgy, hogy azt gondolom, hogy ezeknek az embere, bocsánat, hogy most általánosítok, de azt gondolom, hogy azért 10-ből 6-szor klikkel bizonyos felnőtt oldalakon lány-lányjal videókra, de ha egy videójátékban van ez, akkor nem, tudod, szóval ne, érthetetlen, és az is nekem a leggyönyörűbb ebben, gondolom, ha nem esett le nektek, akkor örülök, hogy ezt én mondhatom el, de hogy a transzszexualitás is megjelenik, ugye a Lev meg a Lev. Tehát, hogy nekem az egy gyönyörű dolog volt, amikor egyszer csak rájöttem, hogy most mi az, hogy Lilnek hívják őt a falujában, miközben ő Lev, meg az néha he, néha she, szóval, hogy és akkor egyszer csak, ja, Istenem, de jó, hogy ez is benne van, és ez is annyira gyönyörű, hogy egy olyan világban, ahol, és hát nem lehet nem észrevenni, hogy most is dúl itt egy pandémia, természetesen nem olyan, mint ott, de ott is egy pandémia dúl, még mindig, hogy,
hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy meghalunk, és egyik napról a másikra kell élni, hanem hogy egy kisgyerek leborotválta a fejét. És hogy a haját. Tehát, hogy tényleg, és ez szerintem annyira jó példa az emberi. Ettől emberi. Abszolút. Ettől emberi. Azt mondtam a Dezsőnek, hogy volt a jelenet, amikor búzamező, boldogság, Dina Eli gyerek, és így megijedsz, hogy ez úristen, mi ez egy álom? Én azt hittem, hogy ez egy álom jelenet. Mondom, minden fasza. És most kiráz a hideg, ahogy ezt így előidézem, hogy tök jó, erre vágytak. Igen. Ez az élet értelme. Egy pár, akik boldogok, van egy gyerekük, van kajájuk, zombik sehol, láthatáron se, élnek boldogan. És hogyha az embernek nincs problémája, így belső, akkor megjött az öreg Tomi. Igen. Azt mondtad, hogy bosszút állunk, nem álltunk bosszút. És ott elkezd morfondírozni, és látszik rajta, ez az emberi dolog, hogy az agya azt tudja, hogy nem szabadna, a szíve meg azt mondja, hogy az meg tényleg bosszút kéne állni, meg meghalt a Joel, és ezt tényleg nem lehet annyiban hagyni. És itt jöttem rá arra, hogy ha az embernek nincs problémája, akkor csinál magának. Igen. És ez a legdurvább, de nem. Igen. Ez jutott eszembe arról az analógiáról, hogy nem az a, senkit nem az érdekel, hogy jönnek a izék a fertőzöttek, hanem leborotválta a fejét. Tényleg? Igen. Wow. Igen. Az meg ott jön háromszor. Igen. Rakjuk már gerlegre. Hihetetlen. Csak még vissza Abbyhez. Hogy szerintem azért cseles a játék olyan szempontból, hogy én ha végig gondolom, Abbyvel maga a játékélmény jobb. Több fegyvere van, izgalmasabb dolgokat tud kraftolni, menőben verekszik, jó, nincs kés, amivel leszúr, de üti őket, érted? Tehát, illetve van az a kis marok pengéje. Szóval veszélyesebb. Sokkal lassabb. Jó, hát ez játékélmény, de például nekem abszolút Elivel sokkal jobb menni. Tényleg? Abszolút. Ez a lopakodó stílus. Igen, ez. Meg gyorsabb. Én Abbyvel jobban tudtam lopakodni, mint Elivel. Igen? Igen. És mondom is azt, hogy több töltényt tudok faragni a fegyvereimbe. Mondom, több fegyverem is van. Hát mennyi? Hárommal vagy négyel van több fegyvere Abbynek, mint Elinek? Meg nagyon pusztító. Igen. Szóval, hogy én azt vettem észre, ezek szerint akkor nem mindenkinél, de nálam az is működött, hogy egyszerűen színesebb volt a játékmenet, és ezzel is behúzott, hogy de most meg, és amikor visszakaptam Elit, és így jöttek a kis csicska íjaim, miközben neki van egy puskája, meg itt tudom, hát de robbantós nyilvessző, meg hát van az az izé, lerakom a kis bombát, elmegyek, oda dobok egy üveget, belejönnek, belerobbannak, és végignézem. Én ezeket sokkal jobban kedvelem meg egyébként. Hát meg lehet nézni ilyen Elivel agresszív elfelejtettem magyarul, agresszív játékmódot, egy csomó ilyen YouTube videó van, ahol tényleg, akik elével úgy tolják, hogy bejön öt ember, azonnal egy füstgránát, közéjük vetődik, és lekaszabolja őket egy másodperc alatt. Tehát, hogy aki így igazán kigyúrja, az vele is szerintem úgy megy, hogy... Szerintem füstgombát soha nem is dobtam el, egyet sem. Én azon gondolkoztam, hogy jó tudsz. Én is soha életemben nem használtam a füstgombát. Én azon gondolkoztam, amikor elindult az Abbys rész, hogy basszus már vagy 15 órája, én ugye lassan játszottam, de hogy basszus már vagy 15 órája játszom az Elivel, és mondom, ez most tényleg az elejéről kezdődik, mondom, hát ez legalább megint ennyi lesz. Mondom, milyen hosszú a játék, egy, kettő, mondom, amilyen helyzetben van ma a játékipar, ez egy, hát hogy mondjam, rosszabbul, vagyis gonoszabbul működő játékfejlesztőnél ez már DLC lenne kvázi, vagy egy második rész, amit megint teljes áron kéne megvenni. És én azt mondtam, hogy egy ekkora játékot, egy ekkora világot kapok én egy játék áráért, hát ez már eleve kuriózum. És akkor ne is beszéljünk a megvalósítás minőségéről, és annyira jó, hogy három színésszel ülök egy asztalnál, mert hogy nem tudom, hogy mennyire néztétek a játékot, hát, a mimikát, a szinkront, eleve a jeleneteket, a szüneteket, a kitartásokat, a pillanatokat. Ugye beszéltük vele beszéltük-e mi, vagy Dani a Tsushimát? Hogy melyikőtök nem kezdte még el? Nem tudom, kivel beszéltünk, de egyikünk se kezdte el. De... Azt akarom mondani, hogy a Last of Us közben megkaptam már a Tsushimát, még megjelenés előtt, és akkor elindítottam, és azt éreztem, hogy hát ez egy mese, ez egy vicc. Holott nem az, tök jó, de hogy a Last of Us, hogy kell azt mondani magyarul, production quality?
Produkció minőség. A Last of Us grafikai megvalósítási minősége után bármi mást játszani, az olyan, mintha ha visszamennél 90-es évekbe, nem tudom, kacsameséket nézni a valamelyik Toy Story 4, Toy Story 4 után. Igen, konkrétan. Nekem az jutott erről eszembe a játék közben, hogy gyakorlatilag most már nem lehet az, hogy erre ne legyen lassan egy Oscar-díj. Tehát, hogy nekem ez a Majmok bolygójánál jutott először eszembe, és most meg bizonyossá váltam, hogy egyszerűen muszáj valahogy díjazni ezt a fajta színészi és programozói összjátékot, mert olyan szintre ér, ami magas művészet. Uh-huh. És egyszerűen kell, hogy legyen egy fórum annak, ahol ezt elismerik. Mert az, hogy ilyen érzelmeket tud kihozni egy emberből az, hogy egy animált karakter nem tudom, létezik, az rettenetesen furcsa. Ugye Naughty Dog arról azért híres, hogy nagyon aprólékosan kidolgoz minden egyes jelenetet. Ez az Uncharted 4-ben is szerintem fantasztikus volt. Nathan meg a tesójának a szenvedését így végigjátszani. Itt a Last of Us 2-ben erre rátettek még egy lapáttal, és ezt csak szeretném mondani azoknak, akik nem nagyon értenek a játékfejlesztéshez, én sem annyira, de hogy azért nyilván motion capture-rel fölvett dolog, az egy váz. Igen. És arra utána egy animátor, egy grafikus konkrétan igen, tényleg kézzel ráteszi az összes szempillantást, a lassan lefolyó izzadságot, az nincs egy általános motor, ami azt meg tudja csinálni, hanem konkrétan olyan szinten megvan írva a dramaturgia, hogy akkor hol nyalja meg egy kicsit a száját, vagy dugja ki egy kicsit a nyelvét úgy, ahogy az ember általában igen, kidugja, de az a motion capture-ben nincs meg. Azt szépen kézzel meg kell csinálni, és meg van csinálva. Nem tudom, mennyire figyeltétek a tereket, a belsőket. Hát nincs két ugyanolyan tér. De minden... bennem ezzel kapcsolatban van az egyetlen negatívumom a játékkal kapcsolatban, amiközben nem egy negatívum, hanem egy pozitívum, amiben nem negatívumként csapódik. Mindjárt elmondom, megértitek. Hogy annyira meg van csinálva minden szoba, az is, ahova nekem nem kell bemennem, hogy egy idő után, amikor már úgy mennék, mert érdekel, hogy mi lesz a történet, és kihagyok egy szobát, akkor utána lefekvés előtt eszembe jut, hogy oda nem mentem be, pedig ők megcsinálták, és ott is biztos volt egy történet, amit elolvasok egy lapon, és a körbenézek a szobában, és ott van egy sors, és ezt kihagytam. És pedig azzal egy ember dolgozott nem tudom mennyit, és akkor másnap visszamentem egy mentésig, és bementem abba a szobába, hogy ne érezzem magamat rosszul. És engem ez zavar egy kicsit, hogy én többször, amiközben nem zavar, mert hát fantasztikus, hogy így meg van csinálva, de hogy... akkor inkább jobban egy folyosóba mehessek csak. Ugyanezt éreztem. Ne legyen ennyi kis minden. Az igen, ehhez képest egy folyosó igen, játék volt. Igen. És én azt hittem, hogy ez is az lesz. És így ledobnak a világ közepére, és el lehet menni erre is, arra is, ott is szét lehet nézni, itt is. Én szörnyen játszottam ezt. Tehát én valami 30 valahány óra alatt játszottam ki, úgyhogy ki lehet játszani 20 óra alatt. De én minden sarkot megnéztem. Szerintem nekem dupla annyi volt, mert én is mindent megnéztem. És innen szeretnénk gratulálni még egyszer Ágoston Balázs kollégának, aki már volt az adás vendége, és ő csinálta a GameD iroda rengeteg grafikáját és illusztrációját, mert ő dolgozott a játékon. Wow! És mit csinált benne? Hát például ő csinálta a stadion ebédlőt, amikor az Ebivel lemész. Az az ő konceptártya alapján készült el. Amikor benne ott eszik azt a tortillát. Igen. De hogyha a Balázsnak megnézitek az instáját, akkor ott vannak a konceptártok, mert most, hogy már megjelent a játék, kipakolgathatja, aha, és akkor ott van, hogy mi az, amit ő rajzolt meg, és meg lett csinálva. És ő mondta nekem azt, így privátban, hogy az a félelmetes, hogy hát nyilván kértek tőlük konceptártot, és mondta, hogy hát persze, arra mindent rárajzolsz, meg megcsinálsz, aztán valahogy a RAM-ba bele kell férni, a tárhelybe is bele kell férni, processzor teljesítményben, hangban, mindenbe bele kell férni a programozók által annak a szobának, de mondta, hogy mindent megoldottak, nem hagytak ki semmit. Amit ők lerajzoltak, az meg lett csinálva. A terek. Nekem volt egy olyan pontja, amikor azt hittem, hogy ez a játék engem szivat. Tehát, hogy az, hogy eliék egy elhagyott
színházban telepednek le. Ó, szívem. És hogy egy öltözőben alszik, és mi, és körülbelül háromszor végig kell sétálnom az üres, elhagyott nézőtéren. Állt a függönyön. Igen, mondom, mi van? Mondom, ez, ilyen nincs. Na ott például egyszer leraktam, mert mondom, ilyen, tehát ez nem csinálhatja. Tehát nem tudom, és akkor mi a, nem tudom, a pékeknek egy pékségben alszanak? Szóval ha Majka játszaná, akkor egy üres koncertterem lenne. Az ugyanaz, mint a színház. De nem, szóval volt egy ilyen pillanatnyi összeesküvés elmélet a fejedben, ami aztán hamar elszállt. Ez külön neked. Igen. És hát az én példányommal játszottál. Igen. Szóval ott egy kicsit megborultam. És arra gondolom, és akkor megint beütött, hogy egy világjárvány közepette játszom azt a játékot, ami egy pusztító világjárványról szól. Rettenetesen rémisztő volt. Kínzó gondolat. Nekem egy másik élményt hoz a játék, hogy amikor játszottam vele, kivittem, akkor utána több napig azon gondolkoztam, így nem tudom, sétálgattam, spárba voltam ilyenek, és elképzeltem, hogy mennyire jó lenne, hogy itt ilyen fák lennének már, így a spár közepén mondjuk, és hogy mennyire kipróbálnék egy ilyent. Valószínűleg egy hét után halnék meg, de mégis úgy kipróbálnám magamat egy ilyen világban. Viszont azt vettem észre, hogy sokkal több alapanyagom volt, mint az első részben. Valahogy az első részben megéltem azt, hogy nincs semmi, és gyakorlatilag fogalmam sincs, hogy hogyan fogok végigmenni egy szakaszon. Itt meg valahogy általában fullon voltam. Te milyen nehézségi szinten játszottam? Mert ugye most már ilyen többféleképpen be lehet állítani. Hogy mindent. Ellenfelek hányan legyenek, milyen intelligenciával rendelkezzenek, mennyi lőszer, igen. Szerintem normálon játszottam. Én ízin játszottam. Én végezni akartam, meg a sztori miatt játszottam. Na de mindenki, nekem az volt az élményem, hogy gyakorlatilag általában fullon vagyok, és nincs az a parám, hogy most ezt a részt lehetetlen lesz megoldanom. Mondták a GameStar-os barátaim, hogy Émikém, easy játszod. Akkor fosol igazán, amikor hardon nincs lőszer. Én megmondtam, hogy nem, én OCD-s vagyok, és ha nincs mindenből max, már rosszul érzem magam. Úgyhogy én végig rosszul éreztem magam. Igen, és itt ráadásul felszedsz egy ollót, és az csak egy negyed olló. Igen. Azt tudod, mennyi idét? Én azt hittem, amire azt megértettem, mert elfelejtettem, hogy ez így működik, mert már az egyben is így működött egyébként, de azt elfelejtettem, és azt hittem, hogy bugos a játék. Hogy felszedtem egy ollót. És azt hittem, hogy az a kis szürke, az azt mutatja, hogy mennyi van éppen a zsebemben. Ja. Érted? De felvettem, hol van. És körülbelül a játék háromnegyedénél értettem meg, hogy ja, de hülye vagyok, ez azt mutatja, hogy éppen mennyi van még abból a cuccból. Nekem, ami nem tetszett a játékban, az egyébként, amit egy picit mondtál, hogy neked ez jó élmény, szerintem ez két játék egyben. Tehát például nekem addig tart a játék, amíg ott vannak a búzamezőn, hogyha a dramaturg szempontból nézem, akkor mint amikor azt mondják egy előadás, hogy figyelj, tök jó, de ötször van vége, döntsd el, hogy hol legyen a vége. Hogy ott a búzamezőn tök oké minden, ha addig tartana a játék, hogy Tomi azt mondja, hogy figyelj, megígérted, és cut, és nem tudom, hogy most úgy dönt egyébként a Naughty Dog, hogy lesz-e következő rész, vagy nem lesz, mert Eli úgy dönt, hogy ez nem fontos, akkor azt mondom, hogy oké, nekem ott, ami már Kaliforniában történik, az össze van csapva. Dezső erre azt mondta, hogy ha ki lenne bontva, akkor nem biztos, hogy végigjátszotta volna, igen, mert már olyan hosszú lenne, és ezért mondom, hogy engem tökre érdekelnek, hogy kik ezek a viperák. Tehát, hogy viperák? Hát így hívják azt a csapat, akik ott vannak Santa Barbarában. Csak te magyar felirattal játszod? Igen, ja, igen. Ciki vagyok? Egyáltalán nem. Te cseh felirata játszol? Ja, nem csak. Ja, tudom, értem, nem csak ezek ilyen. Mondasz. Na de igen, furán hangzik. Nekem is nagyon furcsa volt. Tűzbogarak. Tűzbogarak, nem madarak. Vagy madarak? Nem, bogarak. Tűzbogarak. Na igen, szóval, hogy... Hogy, na, tehát, hogy
kik ezek a furcsa fazonok, akik azt találják ki szórakozásból, vagy van valami tervük velük, hogy hogy oda kötik a zombikat ilyen láncokhoz. Hát azért ők, vannak ott, hogy rájuk engedhessed őket. Igen, de hogy amennyire a farkasok, a tűzbogarak, a szerapiták, a szerencsére ugyanaz, szóval hogy ők ki vannak bontva, és megismerem a történetüket, fogalmam sincs, hogy kik ezek a viperák, úgy oda vannak dobva, és egyik pillanatra a másikra utolérem ebit. Szerintem az egy egész harmadik rész az Eli chasing-eli az Abbyt. Én egyébként a viperáknál azt éreztem, hogy ott az van, hogy ugye már megtanultuk azt, hogy a farkasok és a szerafiták is jó emberek, és mindenkinek megvan az oka, és ezért most itt vannak emberek, akik aztán tényleg nagyon gonoszak, és akkor most őket, kedves játékos, kedvedre írthatod. Én ott egy picit, hogy ott előtte megtanultuk, hogy neki is van motiváció, szegények ebben a világban, nem tudják, hogy mi, de ezek a viperák tényleg, hát ott a... kikötözik a zombikat, meg ott, aki megpróbálja tőlük elmenekülni, az inkább fejbe lövi magát, mint hogy visszamenjen hozzá. Így ismerjük meg őket ott először. És akkor, hát ott nekem ez az élményem, hogy ők azért vannak így összecsapva, meg azért ez a vége, hogy bemutassák, hogy na ők aztán nagyon gonosz. Na de hát pont erről beszél a játék, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy ők a nagyon gonoszak. Dani, ekkor nevet vettél, és nagyon nem szóltál. Igen. Engem teljesen átvert a játék ott a már sokat emlegetett búzamezős résznél, ugye amikor beülnek a traktorba, igen. És egy kicsit el is távolodik a kamera, igen. És akkor ilyen széles vászon látod ezt a gyönyörű tájat. Amúgy az nagyon terek, szépen. Mi az éke a táj? Van, és így teljesen így ellágyultam, így elolvadtam, mondom, itt akarok lenni örökre, és én vártam a credits, hogy roll the credits! De nem, még megyünk egy időt, és egyszer csak... És aztán igen, itt is vége lehetne, ott is vége lehetne, jön a Tomi, ott is vége lehetne, mégis elmegyek, ott is vége lehetne, stb. És akkor és úgy fejtettem meg, hogy ez a... Hogyha mondjuk, most erről még nem beszéltünk, ez a, hogy a bosszú, és hogy hogyan hergeli bele magát az ember, és hogy nincs vége, soha nem lehet megtörni, csak akkor, hogyha úgy döntesz, hogy én ezt nem folytatom, hogy ez is kb. Úgy gyűrűzik tovább. Tehát, hogy nem tud megállni. Nem tud megállni egészen addig, amíg egyszer csak már ott tart, hogy az utolsó pillanatban. Igen. És akkor jön rá, hogy ja, nem. Ami egyébként szintén kritikaként többször felmerül, hogy mi az, hogy miért már odáig elment, akkor már miért nem öli meg? Ezt mondjuk, igen, ott mondjuk pont el, eszébe hogy... jut Joel. Igen, mondjuk el, hogy csak hogy értse az, aki nem játszott a játékot, de nagyon izgalmasnak és érdekesnek tartja ezt a beszélgetést, hogy itt 40 perc után is még hallgatja, pedig azt se tudja, miről beszélünk, hogy ugye Eli, az első főszereplő, elmegy Abby után, aki ugye a másik nézőpontot mutatja nekünk, hogy megölje, és bizony meg is van rá a lehetősége, és van egy hatalmas nagy harc, és a végén mégsem öli meg. És akkor így azt érzed, hogy az, én megmondom, hogy nekem miért tetszett az, pedig tényleg semmi értelme, de pont ezt tetszik benne, hogy mennyire nincs értelme ennek az egész bosszú sztorinak, mert az Eli erre jön rá, hogy mi a szar fog megváltozni. Mi a szar? Ő azt látja, hogy van a Lev, meg van az Abby, akik mennyire megszerették egymást, ugye a transzgender gyerek, meg a kigyúrt csaj, rösszünk bele mind a kettőbe, és mint hogyha így azt látná, hogy nekik jó. És neki is jó volt a Joellel, igen, és ez kvázi ugyanaz a felállás, csak fordítva. És hogy mi, jobb lesz a világ? Nem. Élni fog a Joel? Nem. És hogy így az egész azelőtti, nem tudom, akkor már azért hónapok telnek el, azt hiszem, igen, ugye? Igen. De hogy az egész azelőtti pár hónap öldöklés, mészárlás így lenullázza, és szerintem rájön az Eli, hogy mennyire felesleges volt minden, amit ő csinált.
Igen, de közben én értem azokat a kritikai hangokat, hogy ott van pont ezeknél a viperáknál, ott van, amikor a csávót megfenyegeti, hogy mondjál, hogy hol van az Abby, hogy hol tartják fogva. És akkor a csávó mondja, hogy elmondom, de akkor ne ölj meg, de utána könyörtelenül kinyírja. Tehát, hogy tényleg az a nő, aki már eljutott ide, hogy gyakorlatilag azt is, aki végül segít neki, azt is azonnal megöli, és utána még nem tudom hány száz katonát lazán kinyír, az tényleg egy picit fura, hogy ott hirtelen előjön belőle a könyörület. Én is gyűlöltem volna, ha nem jött volna ott elő, meg más az, hogy hát nem tudom, hogy más. Most szeretnék egy ilyet, ha valaki esetleg megszámolná nekem, hogy hány embert lehet megölni a játék alatt, szerintem egyébként legalább ezret, ja, tehát ezer embert könyörtelenül kinyírsz, és örülsz neki, ott némelyeket mondjuk meg is kínzol, meg ilyen. Igen. Egyébként ilyen. Én csak egy ideig örültem neki, mert ugye pont amikor szétverjük nevekben, ahogy megölök embereket. Ja. mivel hogy pont amikor szétverem a csavarkulcsal annak a lánynak a fejét, hogy megmondja, hogy hol van Abby, ott a kórházban. Kórházban. Igen. Nem jut eszembe a neve. Nora. Ott jött nekem el az, hogy onnantól olyan rosszul esett már, mert ott, nekem ott kapcsolt be ez először, hogy most egy ember bosszújáért mit csináltam én itt végig? Uh-huh. Az még csak az elején. És bekapcsolt az, igen, és onnantól nekem már én inkább kikerültem az embereket, vagy inkább úgy mentem, hogy zombikat azokat tiszta szívvel öltem, de hogy ott nekem ez elkezdett bekapcsolni, és működött. Uh-huh. És mi egyébként nem tudsz olyan részletet, hogy hány ember minimum meggyilkolásával lehet végigjátszani a játékot? Biztos van erre egy statisztika, hogy végig tudod úgy tolni, hogy maximum csak a 10%-át, akiket kötelező meg kell lehet. Izgi. Tehát figyelj, akkor 200 óra, mert annyit kell húzni, mert azt nem tudom, hogy mit akartam mondani? Azt akartam csak mondani, hogy dramaturgiailag a történetvezetésbe simán tényleg bele lehet kötni. Mert jöttek azok a kritikák, hogy jaj, hát ilyen szitu van az izébe, Walking Deadbe is, meg ezt is láttuk már, azt is láttuk már, amazt is láttuk már, és ez így is van. Csak ezt megint ugye a Dezsővel beszéltük, és ezt lehet, hogy neked is mondtam talán érintőlegesen, de vagy a GameStar-os kibeszélőben mondtam, hogy ebben a játékban az a legcsodálatosabb, hogy nem a történet maga a hatalmas korszakalkotó, hogy ilyet még nem láttunk, és leesik az állad, és micsoda fordulatok, hanem ha földobálod a karaktereket egy táblára, egy kvázi ilyen társasjáték táblára, és elkezded összekötögetni, hogy ki kivel milyen viszonyban van, és ki kit miért utál, vagy szeret, vagy támogat, és az egy annyira izgalmas és érdekes háló, ami szerintem eddig még nagyon kevés videójátékban volt benne. És ha ezt te megcsinálod, akkor tényleg elkezded megérteni a motivációkat, és akkor tényleg tudod azt mondani Ellie-re egyszerre azt, hogy azért ez jó csaj, főszereplő, szerettem, és el tudod rá mondani, mekkora egy köcsög, és ugyanezt igen. El tudod mondani az Abby-re is, persze. És a Joel-re is, és a Tomira is, és mindenkire. És attól jó a történetvezetés, hogy ezeket az ilyen emberi dolgokat kihozza a játékosból, igen. Amikor elkezdesz azon gondolkozni, hogy ennek van értelme egyáltalán? Igen. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert nekem az első részben volt egy ilyen élményem, amikor Joel fölébred, és Ellie-t elvitték az emberevők, és utánuk ered, hogy ilyen téli tájban mész, és egyszerűen meglátsz egy csoportot, és elkezdtem lőni őket, és menekülni kezdtek. Akik addig ugye vadásztak rám, és egyszer csak egy hem, ő az, segítség, fussatok, nem tudom micsoda, és így mentem, hogy Jézusom, menekülnek előlem az emberek. És ott volt egy ilyen, ez a megdöbbenés, és a második részben az elejétől fogva, nem akartam,
már semmit nem akartam csinálni. Hát az még talán belefér, de onnantól kezdve, hogy Joel meghalt, igazából Ellie-nek nem volt olyan döntés, amivel egyetértettem volna. Folyton azt mondja, ne, hát amikor azt a csajt agyonverjük, én már akkor már ott tartottam, hogy nem nyomom meg a gombot, nem nyomom meg. De gondolom, meg kell nyomni. Láttam egy ilyen videót, hogy meg lehet csinálni azt a jelentet, úgyhogy nem ölöd meg. Nem lehet úgy megcsinálni. Gondolom, egy idő után egyszer csak magától agyon megy. Igen. Jó, de hát az az emberi érzés is, vagy reakció is szerintem nagyon vicces, ami meg velem történt meg, tehát amikor átlátottunk Abby-re, akit én addig nagyon meggyűlöltem, és én is úgy voltam, hogy na jó, átlátok a szitán, most az Abby-vel kell menni, fú, de utálom, és én is megszerettem a végére, de hogy én az Abby-s váltás utáni fél órában legalább ötször direkt meghaltam Abby-vel, csak hogy megnézzem azt a képernyőt, ahogy ő meghalt. Csak hogy rohagy meg. Én is szivattam őt, kiálltam mindig ott a magaslatban, hogy remegjen. Tudjátok, Abby fél a magasban. Igen. Hát na az, hogy na én ott szerettem meg őt igazán. Amikor fél amikor ott megy és retteg, és ott az összes, mert ugye már az ilyen szerelmi gyengeségeit már megismertük meg minden, de hogy neki is van valami egy ilyen, amitől fél. Igen. Hát annyira ott így meglapogattam volna nagy vállát nekem. Azt éreztem, hogy... Egyébként nekem abszolút, működött végig nagyon, és rettenetesen éreztem magam amiatt is, hogy az összes ellenfél, akit megölsz, arról azonnal kiderül, hogy valakinek a jó barátja volt. Igen. Na, tehát, hogy azonnal a képedben van, hogy ha ezt valaki megtalálja, akkor kimondja a nevét, sír, vagy üvöltözni kezd, vagy pánikba esik, vagy és ilyen... Számomra én imádtam az egyet, de sokkal jobban szeretem a kettőt. Azért, mert, hogy mondjam, az egy, az kettő ember történet egy mikro dolgot mutat be, egy kapcsolatot mutat be, míg ez, amit mondasz, hogy itt már a legapróbb gameplayben is megvan az, hogy mindenki valakinek a valakia, mindenkinek van motivációja, megnézzük, hogy kettő lány, amikor bosszút áll, az milyen, illetve látjuk nagyban, hogy ott van az a háború, amikor ott felgyújtják a izéket, és látjuk azt, hogy a beszélgetésekből tudjuk, hogy senki nem emlékszik már rá, hogy ki kezdte. Csak ez a gyűlölet és bosszú spirál van, aminek az a vége, hogy emberek felgyújtanak egy falut, és kiírtanak, és ott ugye előtte megnézzük, hogy ott vannak, ott az első ház, amiben oda megyünk, ott ilyen gyerkőcök mennek el szekérrel. Igen. Szóval, hogy, és hogy nem csak ezt az ilyen személyes, hanem globálisan is, és mindenféle szempontból a gyűlölettel, a haraggal, a bosszúval, vagy ezzel foglalkozik, és hogy nagyon sok aspektusból mutatja be. Nekem ott az és volt, nekem ez egy akkora merítés, és egy olyan annyira gazdag... Nekem ott még az volt a para, ott a falus részben, hogy én az elsőben nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, szerintem ott még nem is nagyon lehetett. De hogy már itt már vannak olyan gyerekek, akik konkrétan ebbe a világba születnek bele. Hát az egyben is. Hát igen, Ellie ebbe születik. Igen, de hogy itt már úgy születnek ebbe bele, hogy akik ebben élnek, a szülők, stb., azoknak ez már a normális. Érted? Tehát míg Ellie-nél még mindig az van, hogy szokjuk ezt az egészet, keressük ezt a dolgot, ők már úgy születnek ebbe bele, hogy itt egy falu, van egy valami nő, akit isteni kell. Tehát, hogy ez engem ott egy kicsit... Nem tudom, szóval arra gondoltam, hogy mi majd hogy fogjuk remélhetőleg csak mesélni a gyerekeinknek, hogy volt itt egy koronavírus, ami leállította az életünket hónapokra, és hogy nem az lesz, hogy a gyerekeink majd beleszületnek abba, hogy egyébként a metrón kötelező a maszkviselés. Nekem ez az élmény megvolt az egyben, ez, hogy az micsoda gyönyörű dramaturgiai húzás, amikor a Joelnek olyan dolgokat kell elmagyarázni az Ellie-nek. Igen. Ami neki alap, mert az ő életében volt, az Ellie meg az új világba beleszületik, és azt se tudja, hogy miről van szó. Az egyik kedvencem, amit a
az újra megcsinált kritikába is talán beletettem, mert végigjátszottam a Last of Us Remastered gyorsan a Last of Us 2 előtt, és akkor így mész a Joel-lel melletted az Ellie, és elmentek egy ilyen divatplakát előtt, és egy ilyen, ilyen sovány, sovány nyugában. És akkor az Ellie kérdezi, hogy hogy ilyen, ilyen sovány ez a nő? És mondta a Joel, hogy hát azért, mert hát, hogy nem eszik, hogy, hogy, hogy jól nézzen ki. De miért nem volt mit enni? És így mondja Joel, ja, de volt, csak hogy hát ő jól akart nézni, ezért nem evett. És az el így ennyit, hogy de hülye, mert ő abban a világban él, hogy nincs mit enni. Ja, és hogy igen. Hogy nem eszel, ha van. Igen. És hogy mennyire abszurdak ezek, meg olyan szépek ezek a szitu. De itt az egész hatalmas gondolatmenet előtt pont azt akartam megkérdezni, hogy azért nem erről szól a színház. Hogy fölmentek a színpadra, játszotok, és utána az a legjobb, ha a nézők, akik most mi, mint játékosok, beszélgetünk a Last of Us-ról, úgy megy haza, hogy azért napokat, vagy akár heteket is azért kattog azon, hogy mit láttam. Dehogy nem. Rakjam abszolút. Össze. Hát sőt, az a színház jó, amelyik igen. Ezt éri el. Igen. Amelyik nem éri ezt el, az, az valami más. Úgyhogy nekem ezért nagyon fontos játék a Last of Us 2, mert én azt érzem, mint egy színházi előadás után. Igen. Én filmen nem szoktam annyit gondolkozni szerintem, mint színház után. Valamiért az, hogy megvan ez az emberi oldal, az ad valami pluszt, nekem legalábbis, és a Last of Us-ban meg az adja a pluszt, hogy benne vagy, te irányítod. Igen. És hogy tényleg olyan közel vannak kvázi a karakterek, mintha színház lenne. Igen, igen. Uh-huh. Meg abszolút. Abszolút. Ezért mondom, hogy már a magas művészet kategória, például Last of Us. Megfejtettétek a végét? Hogy mi ez a mi a két csónak? Ugye úgy indít a játék, amikor belépsz, megnyomod az új játékot, igen, hogy ott van egy csónak kikötve. És amikor vége, és felajánlja az új játékot, akkor pedig a csónak ott van már valahol. Először egy ilyen víz, és ott igen, van egy hőtje. Én ezt nem fejtettem meg, nekem ezt az egyik barátom én mondta. Én ezt észre se vettem. Hogy ez micsoda? Ez, új nyitókép. Hát, az új nyitókép, akkor új nyitókép van, és az új nyitóképen az a csónak már nem abban a szürke vízen van, az Abby-nek a csónakja, ahogy megérkezik, és ott is van a tűzbarátnak, ahogy hívják, a graffitije. Tehát... Lehet, hogy... Last of Us 3. Lehet, hogy... Igen, nem tudom, én nekem konkrétan ez volt az élményem, hogy véget ért a játék, ment a vége, főcím, és így letettem a kontrollert, és arra gondoltam, hogy nem kívánok többet PlayStation-özni. Hát azt gondoltam, hogy egyrészt tényleg trauma volt, tehát annyira óriási hatással volt rám, tényleg egy hétig nem tudtam magamhoz térni, és kellett hozzá az, hogy három másik emberrel két órán keresztül csak erről beszélgessünk, ahhoz, hogy el tudjam engedni valamennyire. Másrészt azt éreztem, hogy az erőszak ábrázolásában, ami azért a videójátékoknak mondjuk 80%-ában jelen van, abban nem tudom, hogy lehetne tovább menni. Nem tudom, mit lehet még kihozni ebből a dologból. Tehát az, hogy az erőszak nem jó megoldás, az arról ennél többet nem lehet elmondani. Hát mint az, hogy mindenki, aki felé te erőszakkal viseltetsz, ott csak rossz a dolgok történnek. Igen. Semmi jó nem származhat belőle. Igen. És úgy éreztem, hogy köszönöm, de akkor ez nem is érdemes több játékot csinálni, mert... De tényleg ez olyan szép, hogy megmutatja, hogy ilyen rossz az ember. Igen. Csak hát nyilván el kell jutni odáig agyban, hogy ezt észrevedd, és te ne akarjál ilyen lenni. Hát, meg nem tudom, azért az benne a jó, hogy azért rá van dobva ez a zombi apokalipszises világ, amiben aztán jobban kijönnek az ilyen túlélő ösztönök meg minden, szóval, hogy van egy eltávolítás, szóval, hogy én is felismerem magamban, amikor gonosz vagyok, vagy nem tudom, de érted, azért a Spárban azért egész máshogyan vagyok gonosz, amikor az utolsó kifliért megyünk egy nénivel, mint itt ebben a világban. Szóval hogy azért ez azért egy könnyebbség.
Hát de ez az, szerintem ez a legjobb benne, hogy azt mutatja meg, hogy az ember ilyen szélsőséges helyzetben is hülyeségeket csinál. Tehát ahelyett, hogy emberek azt mondják, hogy fiatok, ennyien maradtunk, alakítsunk közösen egy társadalmat, és próbáljunk meg boldogan élni, nem. 16 felé szakadunk, 74 féle célt tűzünk ki magunk elé, és mindenkit megölünk. És azzal foglalkozunk, hogy a kisfiú leborotválta a kislány, kisfiú leborotválta a haját, vagy sem. És ilyen hülye szabályokat hozunk. Igen. Igen. De ez az élet, az a baj. Azért mondom, hogy az a baj, hogy körbenézzel a világban, és ez van, csak igen, nem ennyire szélsőséges helyzette. Levonjuk a zombikat, és ez a föld, ez a föld működése. Én annyira megnéznék egy spin-offot, hogy ki ez a nő, aki a szerafitákat... Engem rettenetesen érdekel, tehát, hogy ez a szerafita Jézus, igen. Hogy ő kicsoda, hogy lett belőle ő, hogy ugye valamit mondnak, valamit felrobbantott, valami nem tudom mennyi mindent, és ezzel megmentett nem tudom kiket. Hát így kb. Feláldozta magát, valami ilyesmi derül ki. Igen, de... És egyébként a mondat az hogy van fordítva, ha mélységáj lesz? Fogalmam sincs, nem emlékszem. Ezt aztán elmondják sokszor. De a fügyhöz oda van írva, hogy fügy. Igen? Igen. De jó. Abba, hogy belegondoltatok, hogy a lev az mind megy keresztül? Ja, igen. Először így meghal a tesója. Jó, hát igen. Hát aztán a szeme láttára meghal az anyja, majd fölgyújtják. Igen, magát hibáztak. Igen, aztán fölgyújtják az egész faluját, és ott marad neki a full idegen Abby. Hogy, és ez nincs kibontva, mert ő csak egy kis kvázi mellékkarakter. De hát ugye még előtte még van az, hogy majdnem elveszíti a kezét, megpróbálják megmenteni. Ja, még van egy ilyen kör is benne. Nem, az a tesója. A tesójának szétverik a kezét. Igen. Igen. Tehát ugye a testvére mielőtt meghal, előtte azért, hogy meggyógyítsák a kezét, elmegyünk egy borzalmas helyre, ahonnan visszajövünk, meggyógyítjuk a kezét, elmegyünk és megölik. Azért az nagyon... Tehát, hogy, és ez a gyönyörű ebben a játékban, hogy ez így nincs elétolva, de ha megtanulod azt, ezt a szempont vagy nézőpontváltást, és van elég érzelmi intelligenciád, akkor ennyiből áthelyezkedsz a lev fejébe, és azt mondod, hogy Úristen, mi történik ezzel a sráccal? Az szerintem az is egy nagyon szép gesztus vagy húzás, hogy az Abby, aki ugye az ellensége ennek a két lánynak, az első pillanattól kezdve azonnal elfogadja, hogy ő egy fiú. Igen. Hogy Lev fiúként tekint magára, mert he, tehát hogy ugye ez nálunk, gondolom a feliratból se annyira jön ki, de hogy rögtön he-nek szólítja, és úgy kérdezgeti, hogy what's wrong with him, meg nem tudom micsoda. Még a saját népe, úgymond, ők kitaszítják maguk közül emiatt. És ő meg azonnal elfogadja. Egyébként Levnek lenni szerintem a legrosszabb. A legnyomorultabb ilyen karakter. Mindenki miatta hal meg. Hát figyelj. De az a testvére is miatta hal meg, az anyja is miatta hal meg. Ja. Az gyakorlatilag az Abby is szinte miatta hal meg. Vagy nem hal meg, de majdnem meghal. Szerintem egyébként Ellie-nek a legrosszabb lenni. Szóval, hogy én is éreztem ezt a végén, hogy én nem akarok többet, de én nem akarok több olyan Last of Us-szal lenni, ahol Ellie-vel bármit kell csinálni. Mert az van, hogy azt érzem, hogy ez a szerencsétlen kislány, aki most már felnőtt egy nagyon sérült félig nővé, mert hát, és ez nem azért van, mert leszbikus, hanem mert hogy még abban a korban van, érted, szerintem én 28 évesen most tudom magamra azt mondani, hogy elkezdtem felnőtt lenni. Szóval, hogy nem tudom, 27 évesig az ember ilyen félig felnőtt, vagy így ezt gondolom. És ő vele már ne történjen semmi. Én már csak ezt akarom, hogy őt hagyjuk békén. Egyébként az az érdekes, mert, hogy, nem. Hogy én például Abby fájdalmával jobban tudok azonosulni, mint Ellie-vel. Mert könnyebben elképzelhető, és könnyebben tudok belehelyezkedni abba a gondba, vagy abba a teherbe, traumába, hogy valaki megöli a teljesen ártatlan apámat, aki segíteni akar valakin, mint azzal a traumával, nem tudom, közös nevezőre jutni, hogy rajtam múlik a világ sorsa. Tehát, hogy, mert ugye Ellie problémája ez, hogy megtudja, hogyha meghalt volna, akkor gyakorlatilag lehet, hogy meg lehetett volna menteni az egész világot, és ő azt kérte, vagy azt mondja Joelnek, hogy Joel hülye volt, hogy őt megmentett, és neki meg kellett volna halnia, ő ezzel a dilemmával küzd élete végéig, Abby meg azzal, hogy apám gyilkossának a
kontaktja még él? Sokkal érthetőbb, csak én ezért mondom, hogy a Ellie-nek szerintem minden érzése paradox. Mert megölik azt a csávót, aki elvette tőle azt, hogy megmentse a világot. Azért, mert egy, és érted, hát még a bosszújában is van valami, egy olyan csávóért állok bosszút, aki igazándiból nem tett jót nekem, igazándiból kiirtotta a világot azzal, hogy megmentett engem. Igen. És azért a tettéért állok bosszút, ami nagyon ne... És azt érted, mondom, hogy ez akkora, hogy ezt én nem tudom befogadni, vagy tehát bármennyire próbálom használni a fantáziámat, hogy ez mit okozna bennem, próbálom lefordítani, meg keresni az életemből a valami ilyen szituációt, de hát ezt nem. Jó, de hogyha lebontod nagyon egyszerűen és banálisan fogalmazható tételmondatokra, mondjuk arra, hogy Ellie az identitását keresi, tehát az a kérdés, hogy ki vagyok én, és mondjuk erre 14 évesen van egy ilyen megfejtése, hogy az immunis lány, ez vagyok én. És akkor az én célom az, hogy az én létezésem célja, mint egy, az, hogy akkor megmentsük, vagy visszafordítsuk a vírus, vagy vakcina legyen valami. Oké. Elmennek a kórházba, akkor mégse, hol vagyok, mi van? Semmi, van még egy csomó izé. Jó, akkor ki vagyok? Akkor a te lányod vagyok. Jó, akkor ez vagyok. Akkor elmegyünk erre a helyre, itt épül minden, nem tudom. Egyszer csak megtudom, hogy hát mégse úgy volt, jó, akkor ki vagyok. És akkor ott van ez a kérdés így ott hagyva, amikor megtudja, vagy hát megtudja, szerintem valahol mélyen sejti, hogy ez kamu ez a sztori, hogy van még egy csomó immunis ember, de gyönyörűen játssza el Ashley Johnson azt, amikor kiderül ez a dolog. És akkor ez így lógva van hagyva, és ugye az utolsó jelenetből derül ki, hogy ott megint talál egy megoldást arra, hogy mi lehet az ő élete célja, az, hogy megbocsássak neki, Joel. Annyira jó. Hogy akkor, jó, akkor most akkor ez a feladatom, hogy elérjem magam, hogy megbocsássak. És ez az, amit elvesznek tőle azzal, hogy kinyírják a csávót. Igen. És akkor megint mondani, ki vagy, jó, akkor viszont az vagyok, aki ezért bosszút áll. Nekem két abszolút favorite jelenetem van a játékból. Az egyik az a verandás, amikor a Joellel beszélgetnek, és kiderül, hogy hát az Ellie-nek azért akar szétrobbanni a szíve, mert hogy nem tudott neki megbocsájtani, pedig szeretett volna, igen, már soha nem is fog tudni. Igen. Tehát a Joel abban a hiszemben halt meg, az ő szeme láttára, hogy az Ellie-t nem szereti, ami nyilván így feketén-fehéren nem igaz. A másik pedig, amikor a Joel az Ellie-t elviszi a szülinapján a planetáriumba, én bekönnyeztem. Én bekönnyeztem. Az brutális volt. Ahogy beülteti abba. A beülteti az űrhajóba, és beteszi a fülébe az Apollót kazettán. Igen, a visszaszámlálás is, ahogy az... És nem látunk semmit, csak a színész arcát. Igen. És eljátsza, és átéli. Tehát így kiráz a hideg most is tényleg. Hát, srácok, jó kis érzelmi hullámvasút a Last of Us 2, nem? Jó. Tényleg bele lehet. Tényleg bele lehet kötni, de azért én tényleg azért haragudtam így az internetre, mert az, hogy most ilyen nagyon egyszerű panelek alapján, lesbi propaganda, transgender propaganda, meg izmos nő propaganda, meg egyáltalán miért női a főszereplő, hát miért ne, Lara Croft már soha nem probléma, csak neki nagyon mellett. Tehát tényleg haragudtam, hogy most azért kell Metacritiken lebombolni a review score-okat, mert így valakik meg vannak sértődve. Ez egy annyira komplex játék, most annyi újat mondtatok, ami nekem még eszembe se jutott, hogy már nem is tudom hova tenni. Tehát, hogy konkrétan nem is egy kis A4-es papírra kéne felrajzolgatni ezt a hálót, meg ezeket a dolgokat, hanem egy ilyen ekkora asztalra, és én napokat lehetne eltölteni azzal, hogy így kibontsad és megfejtsd ezt a játékot. Minden szemben. Meg én most jöttem rá arra, hogy az Ellie miért hőskártyákat gyűjt. Hát ennek is van egy tök szép szimbóluma. Hát a hős identitását elvették. Hát elvették a hős identitását, és ezt keresi. Ebben a fantasztikus, az a képregény univerzum, ez miért nem létezik? Na, de akkor ahol ezek a hősök vannak, de milyen jó lenne? És akkor Abby miért pénzérmény gyűjt? Mert a hőségben két oldala van. Ne szereked, szimbólum.
figyeljetek, amennyire egyszerű szimbólum, szerintem sok embernek nem esik le. Jaj, persze. Sok embernek nem esik le. Zárásként, mert igazából nagyon jól elbeszélgettünk, csak már azért egy órája beszélgettünk, nem is akarlak titeket túráztatni, de zárásként olvastam egy ilyen félmondatot egy portálon, hogy a videójátékoknak vissza kéne térni a fekete-fehér moralitáshoz. Mit gondoltok erről? Mert hogy ugye a Last of Us pont nem erről szól, hogy vannak a jók, meg vannak a gonoszak, azt én vagyok a jóval, azt legyőzzük a gonoszak. Mert ezt nagyon egyszerű megérteni. Meg ezt egyszerű dramaturgiailag is. Azért végigvinni, mert az ember ehhez van hozzászokva, hogy mindig van egy egyértelmű jó, és van egy egyértelmű gonosz. És a Last of Us 2 nagyon nem ez. Igen. Figyelj, szerintem ez előrelépés. Szerintem is. Én is azt gondolom, hogy miért kezdenénk el visszafelé haladni? Tehát az, hogy a videójátékok is felmerik vállalni azt, hogy többek annál, mint amik, és akár még tanítani is akarnak valamit, az szerintem egy nagyon extra dolog, és csodálatos dolog ez. Szerintem, aki azt gondolja, hogy itt vissza kéne menni, az pusztán attól a félelem, hogy ő ezt már nem tudja befogadni. Tehát, hogy én akkor mondanék ilyeneket, hogyha attól rettegnék, hogy kevés vagyok valamihez. Inkább ne így csináljuk, azért, mert az nem jó, de valójában azért mondom, azt, mert én nem tudom, hogy ezt hogy kell értelmezni. Túl komplex. Meg hát lesznek, biztos, hogy mindig lesznek olyanok is, amik pusztán a szórakoztatás miatt születnek, és azokkal sincs semmi baj. Igen. De igen. Miért kéne, hogy ne merjünk elmenni egy az extra mérföldet? Azonnal tükörfordításban. Én egyébként ezzel úgy vagyok, hogy jöjjenek ki fekete-fehér moralitás játékok, hogyha mocskos kutyáik, vagy ezt hogy kell fordítani? Dör. Nóti dögöt, ezt hogy kell lefordítani? Ez nem rossz egyébként. Szóval, hogyha rossz kutyáik 7 évente kihoznak egy ilyen játékot, akkor én közte el afro szamurájozok. Hogy enged, akkor gondoljuk vele, hogy fut ninja. Nagyon ajánlom azoknak az embereknek, akik, és ráadásul ugyanettől a csapattól, a Crash Bandicoot című egyébként másik kedvenc játékomat, és az is a rossz kutyáktól van, ott a jó róka. Igen. És egyébként ott se, az a róka is az elején gonosz, aztán jó. Jó, nem ajánlom akkor azt sem. Játszhatok a Super Mario-val. Egyébként nem biztos, hogy a gamer kifejezés velem kapcsolatban hiteles. Nem tartom a gamernek. Én csak azokkal játszom, amik ilyen hatással tudnak lenni rám. És nagyon sok olyan játék volt, amit elkezdtem, és egy óra után megunom általában, hogyha nincs művészi értéke, most ilyen egyszerűen kifejezve. Tehát amiket én végigjátszok, az a Last of Us, az új God of War, ami szintén, Úristen, egy ilyen csodálatos kapcsolatot és annak dinamikáját felvonultatva víz bele a játékba. Tehát, hogy én ezeket szoktam csak tolni, vagy mondjuk az Inside, szóval, hogy ja, ezek azok, amik engem meg tudnak érinteni. Fifázni soha nem szoktam, meg Need for Speed, meg ilyenek. Ezeken nincs. Úgyhogy ha az a gamer, akkor én nem vagyok gamer. Nem minden gamer, aki gamer, de minden, de közben nagyon nagy, közben rendkívül érdekel a műfaj, és amíg volt Game Day iroda, addig én ezt követtem, meg szóval, hogy... Köszi szépen. Ja. Ezt már nem. Ezt már nem nézem. Legyen bármi is ez. Ebben szerepelsz. Igen. Nem, hát ezt is szoktam nézni, csak ez már nem videójáték. Vagy nem csak, pontosabban. De a dobolcs Evelines részt például imádtam. Cirevsz! Na jó, én még nagyon sokat tudnék kérdezni, Imi főleg tőled, de lejártam is a ribát.